Digitális média szakkal bővül a Bábesbolyai Tudományegyetem a politika, közigazgatás és kommunikáció tanszéke, hogy miért is volt szükség erre a szakra, mi indokolja ennek létrejöttét. Kérdezem dr. Györfi Gábor tanszékvezetőtől, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok! Szia, jó napot kívánok! Szervusz Gábor! Tehát mi is hívta életre ezt a szakot? Digitális média szak egy új lehetőség a leendő felvételizők számára. Hát azt hozta létre, hogy átalakulóban a nyilvánosság, ugye átalakulóban van az a mód, ahogyan kommunikálunk, akikkel kommunikálunk, minden digitalizálódik, minden online-ba kerül, és egyre több szükség van digitális tartalmakra. Nem csak az újságírás területén, nem csak a média területén, hanem hát ugye manapság már a cégeknek van honlapjuk, már nagyon rég, legalább egy közösségi média oldaluk, és ezeken keresztül kommunikálnak a vevőkkel, fogyasztókkal, rajongókkal, bárkivel, attól függ, hogy milyen típusú vállalkozásról, vagy szervezetről, vagy intézményről van szó. Tehát a digitális média gyártás piaca gyakorlatilag a végtelen fele tart manapság, és rengeteg digitális tartalomgyártóra van szükség, és tulajdonképpen a piacnak a követelményeihez, a munkaerőpiacnak a követelményeihez szerettünk volna igazodni ennek a szaknak a létrehozásával. Mi volt előtte? Hát az is folytatódik, ami előtte volt. Ugye itt most a Bábesbolyai Tudományegyetem magyar újságírás tanszékéről beszélünk, intézetéről beszélünk pontosan. Tehát, hogy újságírás volt előtte. Mondtad, hogy átalakulóban a szakma, tehát ezt ugye az egyetemi oktatás sem tudja megkerülni, hiszen, amint mondtad, igazodni kell a piac elvárásaihoz. De egy picit beszéljünk arról is, hogy mit jelentett az újságírás szak, hagyományos újságírást tanítottunk, hiszen én is betanítok a szakra. Tehát, hogy egy picit beszéljünk erről a részről is. Igen, tehát az újságírás, a szűkebben értelmezett média és újságírás is rengeteget alakult az elmúlt 10-20 évben, mondjuk az internet létrejötte óta. És a képzés is átalakult, tehát igyekeztünk egyre inkább online újságíráshoz kötődő tantárgyakat bevezetni, korszerűbb multimédiás tartalmakat megtanítani, gyártani. Na most el kell mondani, hogy az újságírás szak marad tovább. Tehát aki újságíró szeretne lenni, továbbra is az újságírás szakra jelentkezzen, mert itt képezünk újságírókat. A digitális média szak nem újságírókat fog képezni hagyományos értelemben, hanem médiatartalom előállítókat, és ezek a médiatartalmak picit mások, tehát a határon vannak, de nem a hagyományos szüken vett médiatartalmak. Újságírás szakon ugye maradnak a hagyományos tantárgyak, a tényfeltáró újságírás, hírügynökségi sajtó, a szakújságírás különböző válfajai, mint például a kulturális újságírás, politikai újságírás, sportújságírás, és hát számunkra még jelentősek és értékesek azok az értékek, amik az újságírásban megfogalmazottak, tehát a pontosság, objektivitás, pártatlanság, ezeket újságírás. Annak ellenére, hogy ma már ugye már maga a szakma is megkérdőjelezi ezeket a dolgokat, sajnos, azért tanítani még így kell. Sajnos tanítani. A szakma már nagyon sok esetben megkérdőjelezi ezeket, de számunkra ezek az értékek fontosak, és ennek alapján tanítjuk az újságírást, mert hogyha ehhez se tudunk kötődni, akkor már nem marad semmi tényleg. Én magam is újságírás szakot végeztem jó néhány évvel ezelőtt, és akkor tudom, hogy arról az évfolyamról, amelyben én is voltam, 99%-ban szakmában helyezkedtünk el. Hogy áll ez manapság? Tehát, hogy méritek-e, látszik-e az, hogy az itt végzett diákok aztán tényleg kapnak-e munkát újságíróként? Igen, természetesen követjük a végzettjeinket. Hát attól függ, hogy milyen távlatban nézzük, egy éves, két éves, három éves távlatban, de elmondható, hogy az utóbbi években egyre több végzősünk helyezkedik el sajtóban, tehát jóval 50% felett a sajtóban elhelyezkedőknek az aránya. Hát a többiek is rokon területeken helyezkednek el, ugye éppen a digitális média kapcsán említhetnénk, hogy vannak rokon területek, például reklámszakma, vagy copywriting, vagy egyéb digitális tartalomgyártás,
És hát ez is indokolta azt, hogy létrehoztuk ezt a szakot, hogy egy űrt töltsünk be, mert volt a piacon egy rés, ami eddig nem volt betöltve magyarul. Ugye, és mindannyian tudjuk újságíróként, hogy mennyire fontos, amikor egy kommunikét kapunk az intézmények részéről, akár cégek részéről, hogy az helyesen legyen megfogalmazva, és jól legyen megfogalmazva. Beszéltél ugye arról, hogy az újságírás szak milyen tantárgyakat ajánl. Milyen tantárgyakkal jön az új szak, ez a digitális média szak? Igen, hát a digitális média képzés tulajdonképpen két fontos, jelentős pillérre alapul. Az egyik pillér a tartalomgyártás. Ez az, ami hasonlít, picit rokon az újságírással, tehát ugyanúgy megtanulnak majd a digitális média digitális médiára járó hallgatók írott szöveget, fotót, hanganyagot, videóanyagot létrehozni, mert ez szükséges ugye a digitális felületeken. A másik pillér a technikai háttér, tehát nem csak tartalmat tanulnak meg gyártani, hanem megtanulják kezelni is azokat az oldalakat, közösségi oldalakat, weblapokat, ahova ezek a tartalmak majd felkerülnek. Tehát ez az újdonság, amit ez a szak fog hozni. És hát itt a technikai háttérben olyan tantárgyakat fognak tanulni, mint például webszerkesztés, webtartalommenedzsment, közösségi média menedzsment, digitális adatelemzés, tehát csupa trendi dolgokat. Azt is megkérdezném, hogy mit ajánl még a szak? Miért kérdezem így? Mert hogy manapság ugye minden marketingen múlik, hogy mit ajánlunk? A piac vevője arra, amit ajánl le. Például a magyar újságírás és a digitális média szak. Milyen plusz tevékenységek vannak, milyen plusz események vannak, hogyan tudjátok megmozgatni a diáktársadalmat, hogyan tudjátok összekovácsolni a diáktársadalmat, miért érdemes diák lenni a magyar újságírás és digitális média szakon? Hát egyre nehezebb, természetesen megvannak a hagyományos rendezvényeink, a diáktáborok, a médiaszakos konferencia, tudományos konferenciák. Egyre több rendezvény van, és egyre nehezebb olyat kitalálni, ami megmozgatja a diákokat, de mivel nálunk újságírás szakon, tehát egy elég kis szak vagyunk, tehát ilyen 10-20 között mozog a diákok száma egy évfolyamon, közeli kapcsolatba kerülünk velük, ismerjük őket, és hát tulajdonképpen ez az otthonosság, ez az, ami a sajátja az újságírás és digitális média intézetnek, magyar intézetnek. Igen, és még tudok egy nagyon jó húzó erőt, ami hát ilyen plusz tevékenység a karon, és pedig az évente megszervezett budapesti látogatás. Mesélj egy picikét róla, talán sokaknak felcsillan a szemük, hogyha ilyen lehetőségekről hallanak. Igen, az idén is megtörtént a budapesti tanulmányút. Ennek keretén belül hát budapesti médiaintézményeket látogatunk, tévéket, rádiókat, online sajtót, picit betekintjük, hogy hogyan működnek ezek a médiaintézmények. Hát vannak beszélgetések, és van kulturális program is, színházba elmegyünk a diákokkal, és hát a szórakozás sem hiányzik ezekből a budapesti tanulmányutakból. Mi a visszajelzés a diákok részéről? Egyrészt ugye az elhelyezkedési lehetőségekről beszéltünk már, de hogy akik nálunk végeznek, mi a visszajelzés részükről? Ők esetleg, hogyha azt kérdeznénk tőlük, hogy érdemes-e idejönni, vajon mit mondanának? Hát nagyon szeretik azt, amit csinálnak. Aki a szakmában helyezkedik el, az nagyon szereti a sajtót, nagyon szereti a médiát, ez a munkája, a hobbija is egyben, és hát így nosztalgiával tekintenek vissza, mondjuk a 302-es teremre, vagy a karnak az épületére, a folyosókra, ahol a diák éveiket eltöltötték, és nagyon szívesen jönnek vissza például a torockói gólyatáborba meghívottként, vagy akár sajtósként, hogy elmeséljék a tapasztalataikat a fiatalabbaknak.
megkérem a kollégákat, hogy itt a háttérben futó videóanyagot teljes képernyőre adják, csak azért, hogy érzékelhető legyen, hogy mennyi mindent csinálnak ugye a diákok a szakon, kipróbálhatják magukat rádióban, amint ugye a képsorok is arról árulkodnak, aztán kipróbálhatják magukat írott sajtóban is, és Kolozsvár ugye számos lehetőséget nyújt mindenre. Igen, nagyon sok, hát sokan Kolozsváron szeretnének maradni, Kolozsvár vonzereje erős, és ez a nehezebb dolog Kolozsváron maradni, a kisebb székelyföldi vagy akár parciumi szerkesztőségekben azért könnyebb elhelyezkedni. És igen, ez is akkor egy kérdés, hogy hogyan találják meg, ők keresik, vagy azért a szak segíti őket a keresésben? Igen, mi is segítjük őket, tehát van egy elég szoros kapcsolatunk a munkaadókkal, tehát felkeresnek nagyon sokszor minket, oktatókat a munkaadók, hogy kit ajánlanánk, tudnánk-e friss végzettet ajánlani, és nagyon sokszor rajtunk keresztül találnak munkát. Persze más módszerek is vannak, ők is keresnek maguktól, és nagyon sokan, nagyon ügyesen keresnek munkát. Felvételi kritériumok, mit kell tudni a digitális média szakra való felvételiről? A felvételi menete ugyanaz lesz, mint újságírás szakon, tehát az érettségi átlag alapján fognak bejutni a diákok. Jelenleg még arra várunk, hogy megjelenjen a képzés az országos egyetemi képzéseknek a jegyzékében, ez egy hivatalos dokumentum, és akkor annak függvényében lesz biztos, hogy most júliusban, vagy esetleg szeptemberben hirdetünk felvételit, de ősztől mindenképpen indul a képzés. Igen, hány helyre lehet jelentkezni, azt már lehet tudni? 10 ingyenes helyünk lesz valószínűleg digitális médián, újságíráson 15, de így összben, tehát a 25 hely között átjárás lesz, tehát innen, oda vagy onnan ide, újságírás és digitális média szak között ezeket az ingyenes helyeket fogjuk tudni ide-oda osztani, és természetesen még lesz újságíráson is és digitális médián is 20 fizetős hely. Dr. Györfi Gábornak köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát ilyen örömhírrel jött hozzánk, köszönöm hiszen szépen. Hogyha valami bővül, szépül, modernizálódik, az mindenki számára örömhír, a szakmának még inkább. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.